A mai videóban nem egy, hanem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 szószt fogunk végigkóstolni, és még pam, 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 5 savanyú cukrot is végig fogunk kóstolni. Sőt, az is ki fog derülni, hogy mennyivel csípősebb a háromszor csípős a kétszer csípősnél, illetve hogy Szabi mennyire bírja, és lehet, hogy ezt a végén még össze is öntöm, és akkor a TikTok matek szerint ez 5-ször csípős rámen lesz! Jó, jöjjön inkább az intro. Ó, jön a pincér! Sziasztok, meghoztam a frissen sült sütőben csirkét. Köszönjük szépen a Nagyinak, aki ezt összedobta. Én úgy gondolom, hogy még két kis tányér egyébként jól jönne nekünk, amin itt magunknak öntözgetünk és kóstolunk. Na, már lustam vagyok kimenni, úgyhogy... És még szalvétát is hoztam. Ezt az egyik nézőnktől, egész pontosan Szili babától kaptuk ajándékba. Nagyon szépen köszönünk. És ott voltak különböző ötletém, hogy milyen sorcokat csinálják bele, azt úgy voltam vele, hogy így nem hagylak ki a jóból, és üljünk össze, kóstolunk végig mindent. Viszont csak kis kekszes, szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Én is! Azok kedvéért, akik így nem tudják tovább nézni a videót, csak és kizárólag nektek, többiek egy picit forduljatok el, fogjátok a fületeket. Csak mennyire kéne félni? Figyelj, tehát én úgy gondolom... Én semmit nem tudok ezekről a szószokról, nem tudom, hogy te mennyit tudsz róluk. Annyit látok, hogy van mindenhol hot, 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 red, hot, hot, rot, hot, 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 rot. Figyelj, hot, többre csak ilyen egy paprika van írva. Ezek a mustárféle dolgok, ezek tuti, hogy gyengék. Ezt a kettőt ismerem, ilyet már volt szerencsém egyébként kóstolni, de nem akartam kihagyni a pakliból. Illetve két szósz nincs itt az asztalon, az egyik sem csípős, nem akartam már azzal itt tölteni az időt, mert hogy nem témába vágó. De el fog fogyni, Szili papa, köszönjük szépen. És akkor itt ezek között azért már lehet, hogy lesz valami, ami csípősebb. Meglátjuk, hogy melyik mit tud. Igazából az az érdekessége, hogyha valaki beleszalad ezekből a termékekből bármelyikbe, akkor fogja tudni, hogy megéri-e rámenni, vagy sem. És Szili papával megbeszéltem, ne aggódjatok, nem fog megsértődni, ha valamelyik szószra azt mondjuk, hogy nem finom, mert Ámbár ajándéklónak... Mi ez? Ámbár... Hogy van? Ajándék Csilinek, ne nézd a fokát! Ja igen, de ha valami nem ízlik, csak azért, mert ajándék volt, még nem fogok senkinek sem hazudni. Na, kezdjünk neki a musztárdának. Musztarda. Egyébként a kamionosként dolgozik, és ezt így útközben szedegeti össze, mikor merre mit talál. Nyilván sok mindent meg lehet találni itthon is, meg Ázsia Center, meg ilyen-olyan helyeken ezek amúgy felbukkanak, de hogy ő ezt így menet közben szokta vásárolni. Nem olyan menet. Remélem nem a kukákból, tudod? Menet közben, hol a fatövében találtam egy musztárdát? A musztrádán. Ugyan itt egy normális vágó keresztetik, egy paprikás. Annyi, hogy egyébként én nem szeretem a mustárt, nem vagyok egy ilyen mustáros. Nem azt a mustárt nem szeretem, amit a csatornatagoknak szoktunk feltölteni, mert azokat nagyon szeretem. Ott van minden extra jelenet, ami kimarad meg önök, amik nem férnek bele a családbarát tartalomba. Ha valakit érdekel, 400 forintért ott megtaláljátok. Na lássuk csak. Én kezdtem a rózsaszínnel, amire azt írja, hogy Stolova, arra pedig azt írja, hogy Kremska. Igen. Réke vagyok. Szabi vagyok. És ez itt a csili van. Sú, sú. Őszintén ez ilyen... Mustár. Hozza a mustárízt, de csípősségre... Erőre egyébként semmi. Hát a mustár, úgyhogy ezzel nincs gond. Nem úgy finom mustár. Nekem ez jobban bejön. Akkor cseréltünk, megbeszéltük. Tehát ha nem tudom, hogy rá van írva, akkor biztos, hogy nem mondom meg. Így viszont megmondom, hogy nem csíp. Figyelj, menjünk így kettesével, hogy itt cserélgetünk? Szerintem mehetünk. Mert akkor ez haladósabb. Menjen! Következő! Ezen egy Amazon... Nem, ezen az Amazonoson egy... Nem. Ezen egy paprika van, Amazon. Egy papagáj. What are you? An idiot sandwich. Olyan vicces gyerek ez a Szabi. Ez egy gyönyörű ara, nagy kedvenceim. Szóval nálam egy Frank Red Hot Original sauce picante au piment de cayenne, ahogy mondaná a francia. A spanyolt. You speak very good French. Gracias. Ez meg kérlek szépen picante hot spicy red pepper sauce Amazon picante hot. Nem tudjuk ugye, hogy melyik mennyire jó, erős, fejlőző. Tehát ezzel illatra egy az egyben olyan, mint valamilyen tabaszkó koppintás.
Mm-hmm. Ez egy ilyen tipik, ecetes, egyébként csípős, de nem arcatépős, csak hogy ennek azért érezni az erejét. Ez nálam viszont csak pikáns. Én a tabaszkót egyébként nagyon szeretem sült kumpival, tehát az Origi tabaszkó, sima sült kumpi tabaszkó, az egy jó kombó, az egyszerűen ehetővé teszi a sült kumpit. Nem olyan finom, mint a tabaszkó, de nem is olyan rettenet így kajára öntve, mint egy csomó ecetes tabaszkó szósz utánzat. Ezzel nagy baj nincs. Ez pedig nem rossz, ez nagyon savanykás, ez szerintem még ecetesebb lesz majd, mint amit te mondtál arra, hogy az ecetes. Oké. Okay. Viszont tök jó paprika íze van, viszont ez még szerintem pikánsnak se pikáns, vagyis hát ilyen kastornál. Hát ez nem jó, mert azután akkor nem fogom érezni az ízét. Ez nem úgy ecetes, mint az, mert az tényleg ilyen tipikus tabaszkó jelleg. Meg én ez nem csíp. Éreztem fő. Igen, ez az annak lehetett érezni. Ez kumpin kimondottan nem ízlik. Nope, sült kumpival egyáltalán nem jó. Nekem csirké jobban bejött. Oh. Nagyon savanyú? Meg ecetes. Üresen kimondottan nem finom. Ahhoz képest legalábbis, hogy anélkül milyen. Hát, hogyha választani kell, akkor én az Amazonra szavazok. Ott van pikantéria, én ebben nem éreztem. Nem, tényleg az egyébként gyenge, és rettenet, ez savanyú. Na mindegy. Következő kombónk. Hát ezen azt írja, hogy hoisin sauce. Erre meg azt írja, hogy oyster sauce. Na várj, most előveszem vagy a cseh, vagy a szlovák tudásomat, figyelj. De kute o csehul lette priprapruvum o macek akna macet. Van benne fermentóvana, sojova, paszta. Fermentációja szósz. Szóval sajnálja, valószínűleg. Cukor, pitnyá, voda, az nem tudom mit jelent. Cukor, azt gondolom a cukor. Kukoricni, szkrob, kukoricskeményítő. Szezámovi olaj, a szezámolaj. 3 weeks later. De nem látok paprikát. Nem, ezek lehet, hogy ezek sem csípősek. Hát nem baj, egy kóstolót azért megérnek. Ezeknek viszont jó az állaga, szeretem ezeket a... ezeket az ázsia féle, tudod, kicsit ilyen zselatinos jellegű... Betont. Ezt nem kell ezt nem kell fölrázni. Mindjárt kiderül. Igen. Ez nagyon szójás. Ez meg nagyon ázsiai. Ez finom, de nem csirkéhez. Tavaszi tekercset abba tunkolni már remek ötletnek hangzik. Ezt szeretem. Ezt egyértelműen enném inkább, mint azt. Tájpejbe ettem ilyet. De hol? Tájpejbe, most mondtad. De nem állt, hogy jó, ezt visszafogottabban kell adagolni, ez nem egy állócsalós szósz. Annyi. De egyik sem rossz. Na nézzük, mi a következő. Azt hiszem, megint én húztam a Red Hot végét. Ez a Buffalo, ez a gyengébb változat. Igen, itt van, Original Buffalo. Megnézzük. Ez Red Hot Wings. Ezt jól megnézhettük volna előre egyébként, hogy mi van. Viszont itt a Hot Cholula! Szóval itt a Cholula szószra esett a választás. Chili fokhagyma. Ez is egyébként egyes erősségű. Nagyon tetszik ez a fakupak. Oh God. Ez viszont... ez már csak a fokhagyma miatt is nagyon jó lesz. Egi. Egi. Nek nagyon nem intenzív az íze. Konkrétan a... csak ahogy hívják, elnyomja. Na várj, én most valamire kíváncsi vagyok. Szerintem ez a két szósz ugyanaz. Még erőre is? Nem, viszont az originál tényleg egy kicsit csípősebb. Ó. Oh. Tehát úgy, hogy azt mondtuk rá, hogy nem csíp, meg nem is pikáns. De csípősebb egy picit, mint ez. Tehát ez még lágyabb, ecetesebb is talán. Na várjál, csere. Egy picit pikáns, az tök jó. De hogy így nincs úgy íze. De milyen jó illata van. Igen. Ó, de milyen szép sárga színe van. Miért nem akarok többet látni. Semmit nem ad hozzá a kajához. Úgy érdemben, tehát nem egy olyan szósz, amit tudod, amit be így tunkolni akarnád, vagy jaj, de jó, hanem olyan semmi extra. Nyilván érzed, hogy mellette van, de hogy úgy nem érzem azt, hogy ezt megérni a csirkéhez enni. Csirkéhez nem, viszont szerintem szendvicsbe. Azt látom ki az ő szendvicsbe, de hogy inkább csak ilyen, tudod, ez a nem rossz. Mm-hmm. Tehát, hogy pénzt nem adnék érte a boltba. Viszont cseppet sem csíp. Valószínűleg a másik után nem érzed, egy pici pikantériája azért van. Hát, ezért randi csípős, tehát randi szendvicsbe, ha mész piknikezni, akkor bele lehet tenni, de ez így ajándékban jó, és egyébként el fog fogyni, az biztos, de azt nem ajánlom senkinek, hogy amúgy így vegyen otthonra, mert hogy ez milyen jó lesz, mert azt a kategóriát azért így nem üti meg. Nekem tetszik.
nem a csirkével, önmagában tetszik a szósz. Let's go tovább. Most ahogy elnézem, tied a csulala. Ez az viszont... eredeti, viszont ez csípős. Az előző. Ez is csulala. Ez meg kettes. Na figyelj, menjünk sorba akkor. Jó, jó. Jó, tehát akkor most mind a ketten kivételesen menjünk. Mert ugye az előző csulala az... az egyes volt, ott a kettes és itt a hármas. Ugye? Nem csulala, hanem csolula. Csolula. Erre már azt írja, hogy chipotle. Nem, azt írja, hogy csolula. Segítek. Csó, óval, óval, csolula. Meglehetősen füstös. Már az illatából úgy gondolom, hogy ez ilyen műfüstös sztori lesz. A végén ezt a rengeteg lecsöppent szószt, amit összekeveredik. Csönyalom. Let's go. Figyelj, ez egyáltalán nem rossz csirkém. Nagyon érződik rajta a műfüst. Neki már kóstolt igazi füstölt meg ezt a műfüstös aromás szószt vagy kaját, az pontosan tudja, hogy mi a különbség. Engem cseppel csak zavar a műfüst aroma, nekem ez ízlik. Ez olyan, hogy én magamnak nem venném, de ha valakinél látnám a hűtőbe és nekiülnénk kajálni, akkor azért kérnék belőle. Legalább kóstoljátok meg, de így nem, ilyet nem mondanék. És pikáns. Igen. Picit pikánsabb, mint az előző, az biztos. Ez nálam már lehet az enyhén csípős kategória. Ja, abszolút, tehát hogy simán lehet rá ilyet mondani. És akkor ez már a három csillagos, vagy három paprikás. Az originale. Cholula. Miért nem érzem, hogy ennek lenne erre, amikor elvileg ez a legerősebb, ez már három paprikás. Én ennek érzem. Tehát jobban érzem, mint a másiknak. Lehet az olajat öntötted le a tetejével. Ecetes. Ne üresen egyétek. A sült gombival amúgy megy. Jó, megjött az ereje. Tényleg erősebb, mint az előző kettő, azért ezt már simán be lehet sorolni így a csípős kategóriába. Tehát ez a határeset, hogy így randi szendvicsbe, piknikre már nem biztos, hogy elvinnéd. Attól függ ki, mennyire bevállalós. Szóval a háromból a chipotle vitte a primát, hogyha ezekből választanom kéne. Ízből igen, de nekem ez nincs sokkal lemaradva mögötte. Nekem tetszik az, hogy itt jobban érződik egy kicsit a csípőssége a dolgoknak, és ennek már tényleg ilyen, van egy pici ereje. Na, ez pedig az SOS Chili Chinsu! Chinsu. Chinsu. Merre, az mennyire csíphet? Ez habanérós, úgyhogy ezt... Figyelj, az a maradjon akkor az a végére, mert ez azt írja, hogy van benne voda, ami gondolom a víz. Igen. Meg paprici chili 7%. Na jó, akkor bontsunk rá egy jó kis Jack Danielst. Ha valami, elvileg ez a kettő tökéletes párosítás kell, hogy legyen. Ez pedig a kollégiumi párosítás akar. Igen, igen, pontosan. A Chinsu Chili. Let's go. Hát igen, ja, muszáj, nincs gond. Cseréljünk. Hát ez, nem tudom, kóstol meg. Tényleg ketchup íze van kb. Gyere, Jackie! Lássuk ezt a... kutas ketchupet. Vicces! Hát nem áll. Kicsit ilyen ketchup íze van, de annál azért egy fokkal jobb. Nyilván műanyag íze van. Engem viszont ez megvett. Ilyet viszont vennék magamnak. Jó. Szóval az ilyen szószokból a ketchup menézés társai nem zavar, hogy ilyen ipari íze van. És az elejét is éreznek, van egy kis pikantériája. Teljesen jó. Az a te jártál jobban. Akkor ez marad válom. Jó. Nekem ezzel nincs bajom. Szóval már csak a habanérós van hátra, aztán jöhetnek a savanyú cukrok, és utána ugye ki fog derülni, hogy Szavi hogy bírja a kétszer, illetve háromszor csípős ráment, illetve hogy egymáshoz képest mennyire durvák. Hopszi. Ebből már az előző is egyébként azért egészen csípős volt, ugye? A többihez képest, szóval itt akkor lehet, hogy ez jó lesz. A tavaszkóból is van habanérós amúgy, szóval nem valami hasonlóra számítok. Nem annyira ecetes, viszont paprikásabb, jobban érződik rajta a paprika íz. Igen, viszont nekem ez nagyon savanyú. Nekem ugyanúgy necetes, de érződik jobban. Sokkal jobb az előző. Tehát a másik a gyengébb verzió az sokkal lehetőbb volt. Azt hamarabb vennék egyet otthonra a sült krumplihoz, vagy bármilyen kajához, mint ebből. Ez már csípős. Igen, ezt azért randisokban nem tenném bele. Ez volt a legerősebb az összesből. Ahhoz képest, hogy teljesen random pakoltuk ki a kis vadlibák alakzatot. Ez azért, ez az évek és a rutin. Savanyú cukor! Ne
editing. Jöhetnek a savanyú cukorkák, én ugye eddig shorts videókat csináltam néhány savanyú cukorkáról, egyik sem csavarta meg, sajnos az arcom, pedig emlékszem gyerekkoromban azért jártunk a büfébe savanyú cukrot venni, hogy így csináljunk tőle, mert hogy senki nem bírja ki papofával, és azóta keresem ezt az élményt, amióta így valaki bedobta, hogy kóstoljak már meg egy ilyet, és nem volt savanyú, aztán sokan írtátok különböző termékekre, valamelyik lehet, hogy már volt is shortsban, lényegtelen. Most együtt fej-fej mellett következnek a fejek. Kezdjük szerintem a Galactic Mix-el. Oké. Szóval neon. Egy messzi-messzi galaxisban. Messzi. Ez olyan, mint egy wombat kaki. Fun fact, a wombatnak kocka alakú a kakia. Jó illata van. Ennek... Illata nagyon jó. Illata ez nagyon jó. Úristen, folyik a nyálam. Nekem is egyébként nagyon durva. Ez a fekete erdő gyümölcsös, málnás, ribizlis, kicsit mix. Kicsit savanykás, erdei is. Akármi. Rike vagyok. Szabi vagyok. Ez itt a savanyú-nyú van ott. Nyú-nyú. Most vág ki. Spoiler alert, nem vágta ki. Az édes. Konkrétan édes. Melye? Lejött róla, lehet a port, nem? Viszont? Finom. Olyan, igen. Olyan az íze, mint amilyen az illata. Tehát hozzá azt, amit vársz tőle. Szóval hát köszönöm. Szívesen. Finom, de nem savanyú. Extrán van csomagolva. Ó, ettől viszont ki vagyok. Én is. Tehát ez annyira fölösleges szeméttal gyártás. Come on. Környezet, védelem. Fontos. Ebbe végre minden így fel. Amikor nekem volt, akkor nem volt, mint egy kék van benne. Kőpapírolló. Kőpapírolló. Na, én a lilával kezdek akkor. És ez ilyen koponya alakú. Úgy. Van rajta egy kis por. Ezen van. Na. Ez legalább savanyú. Savanyú volt. Elbúgy. Fekete. Ez fekete koponya, és szintén poros. Nézd meg, ott van rajta a... Itt van a kés. 6.5 hours later. Már bőrömön szívódik fel a savanyú a cukor, amire kibontod. A savanyúnak tűnik. Kicsit összehúzta már az arcom. Ennyi volt. Innen már csak édes. De a fekete a finomabb. Ugye hamarabb is elmúlt a savanyúsága, mint az előzőnek. Ez átment ilyen fokrémízűbe. Ó! Úristen! Gyerekkoromban az óvodában, amikor jártam, ilyen fokrém volt, amit ettél, a krokodilos. Ne, a Gabi fokrém. Nekünk a Gabi fokrém volt. Úr, mennyi Gabi fokrémet megettem, bakker. Jönnek vissza emlékek. Tisztul a fogad? No, következő. Ez viszont már rózsaszín, és ez is, hát ez nem is por. Ja, az enyém se tűnik nagyon porosnak. Kicsit savanyú. Az vagy össze van ragadva a cukortól, ez itt a probléma. Ú, de ez milyen rohadt jól néz ki. Megmutathatod volna a kamerának. Kék. Ez nem ilyen rohadt jól néz ki. Ne is lássátok. Másod íze, ennyi. May include blueberry bash. Arra is rá van írva? Mert lehet, hogy ez a once in a lifetime volt, hogy may include. Látod? Nem, abban benne van alapból. Nagyon jó. Ez már ilyen randomizált. Jó. Lehet, hogy van benne kék. Mutatom. 6 csomag kék van benne, meg 6 random. Látjátok, milyen szép kék? Kék és poros. Ilyen volt neked az előbb, milyen jó. Ez eddig a legfinomabb szerintem. Mehetünk is tovább. Ja, amúgy. Na nézzünk egy-egy randomot. Az enyém átlátszó. Szerintem az mindaz. Egy citrom narancs. Imádom, hogy cuppog. Bocsánat, ki a látszik? Mindenki. Ez hallatszik. Az enyém almás. Itt tényleg átment egyébként almásba, lehet, hogy a
De lehet, hogy különböző amúgy nekünk, mert random. De az enyém az almás. Az enyém az elején nem az volt. Nem tudom. Warheads. Ebben meg egy sárga van. Na jó, figyelj. A citromos, pont a citromos. Az az enyém, stipi stoppi, az előbb te nyertél, most én nyerek. Kő, papírolló. Ha-ha-ha, azt beszéltük, hogy te nyersz. Én eszem a zöldet. Jó, én is kezdek egy zölddel. De ezt mondjuk muszáj lesz. Már bement a körmöm alá. Gyere már ki. Hallod? Ez marja a nyelvem. Így már savanyú. Nem kell. C-vitamin por lenne rajta. El is múlt, maradt a zöld alma íz. Nem volt rajta nekem por. Nem is volt savanyú az eleje? De. Savanyú volt, de el is múlt. Hát jó, hát az a por, az hogy hívják, hát az ráragadt, miután megolvadt a cukorka. Enni. Következő. Ülhét megnyáltam. Oda cuppant. Kogéta, nekem fáj a nyelvem már. Mintha savas lenne. Osz durva. De nem az az arc összerángató savanyú, hanem tényleg kicsit ilyen... Nem, ez ilyen kellemetlen volt ez az élmény. Ez nem volt. Ez lappadíze van. Ez is kapok. Ezek az lappadíze van. Jöhet a következő. Piros. Oh, gyorsan. Speedrunoljuk. Ezen van por. A pirosom van por. Az enyémben nem piros van, a tiédben is ilyen volt? Igen. Jó. Fáj a nyelvem! Konkrétan szétmarja a nyelvem. Ez se hajú. Ez! Jó, elmúlt, ennyi volt. Hallod? Ez a legszebb kék a világon. Jogi, megvan. Az már másmilyen por rajta. Az már porcitás. Na. Fáj nyelvem! Ezen sav van. Én aztán... Én úgy emlékszem, hogy ilyet már ettem sorozban, az közel se volt ilyen, mint ez. De ezeknek ennyinek kell lennie, de az, hogy konkrétan viszont... olyan, mint hogyha tönkre lenne menve a nyelven már, de szétmarta volna ez a sok sav, ami rajta van. Azt még hagyjál, viszont volt kettő, aminek nagyon-nagyon rossz íze volt benne. Tehát a piros és a rózsaszínnek nagyon rossz íze volt. Ez se jó. A kék nekem ízlik. A kék nekem ízlik. A másik kék az finom volt, ez is kicsit ilyen a Gabi fokrém meg a, ez a fokrém meg a szappan között van. Tényleg amúgy kijön gyümölcsös íz, és utána elkezd szappanosba menni. Igen. A nyelvem az így nem? De. Ez csak színes? Ha. Úgy érzem, hogy szét lenne égve konkrétan. Neked. Ezt megnyerted. Ez szerintem szürkülik össze. Viszont ennyi volt. Hát ez persze, ez ilyen. Figyelj, ebben csak, ahogy elnézem ki... Kék meg piros. Ja, ez a Warheads-es. Igen, kétféle van. Az enyém olyan poratlan. Nem annyira poratlan, de az enyém porosabb. De fáj a nyelvem. Ez ennyi volt. Igen. Ez ilyen sok hatás így. Hirtelen aztán így el is tűnt. Vagy már lehet teljesen elfáradtak a savanyú ízelő bimboink. Neked nem fáj nyelvet közepe? Nem. Na figyelj. Kettőt. Zárásként. De most a kék jön. Igen. Jó. Dupla kék. Zárásnak. Tudod mit? Még nyomok hármat. Mert egy ilyen állat vagy. Na. Let's go.
És el is múlt. Akkor még nem. Akkor annyi volt. Forgatom. És elmúlt. Ez azt jelenti, jöhet a ramen. Tudjátok, hogy inkább most kapcsoljunk. Erre még a villany is felkapcsolt. Magic. Vágó. No kérem szépen, utolsó etap. Kétszer csípős van előttünk, és utána jön a háromszor csípős. Meglátjuk, hogy egymáshoz képest mennyire erősek. És egyébként, amíg elkészült a kaja, megnéztem a cukorka után a nyelvem, rohadtul kirepedezett. Tehát van rajta két hosszanti akkora repedés, hogy erre azért sokan irigyek lehetnének. Nem esik jól. Hát lehet olyan élmény lesz neked most ez, mint amilyen nekem sima szokott nyelvvel. Szokott lenni, igen. Ja, viszont ehhez emelem kalapom. Fú, most kicsit most magára fog izgulni a közönség, hogy levetted a sapkád az evéshez. Anyukám si ismer meg sapka nélkül. Na! Tovább érdekesség még, hogy ezen a csatornán most már csak és kizárólag kajás tartalom van, az összes egyéb tartalom az átkerült a Mi Baj Lehet csatornára, link van a leírásba, kattintsatok rá, és kövessetek be azt is, hogyha érdekelnek egyéb dolgok is, nézzetek rá. Na. Úgyis mi baj lehet. Abba bízok, hogy nem tűz forró. Hát ez gőzölő, mint az állat. De ez még nagyon forró. Kicsit nem lehet, hogy... De hát mi baj lehet? A nyelvem az konkrétan fáj, de az nem úgy fáj, mint ahogy a csípőstől szokott, hanem tényleg vad fájdalom van most. Az volt, szerintem egyébként üresen ezek a tészták, ezek nem annyira finomak. Csípős. Igen. Ez ilyen kellemes. Én nem hittem volna, hogy ez egyre csípős lesz. Meglepett. Szokott hiba-hóba lenni otthon. Amikor találok, akkor néha veszek, hogy itt kapok több csomaggal ajándékba. És akkor random rám, hogy nincs kedvem főzni, akkor gond nélkül beverek egy ilyet. Amúgy nem rossz, én nagyon szeretem az ilyen instant kajákat. Az az egyik ilyen guilty pleasure-öm. Van egy fiókom, ami csak ilyenekkel van tele, és akkor Menjünk rá egyből a háromszor csípős, mert túlságosan hozzászoknánk, hogy mennyivel csípősebb emellett. Fejfej mellett még soha nem kóstoltam, és nagyon érdekel, és tök jó, hogy kaptuk ezt a csomagot, mert legalább ez is kiderül. Kellemesen. Bizsergeti a számszélét. Nem, azért igen, a számszélét, közben a számban ezért ez már csípős, szóval... Na nézzük a háromszor. Hogy a forró. Az ízében érzek némi különbséget, az erőben kicsit nehéz eldönteni fejfej mellett, hogy mennyivel egyáltalán csípősebbe. Lassabban építkezik. Tehát most ez kezd csípni. Az instant csípet, ezt most kezd csípni. Így gyorsan benyomtam két falatot. De nem mondanám sokkal erősebbnek. Nem, tehát nincs azért akkora különbség, amekkorára számítanék egy kétszer meg egy háromszor csípős között. Jó, most neked ment mellé? Ugye milyen rossz? Fú, de utálom, és nekem rendszeresen ez van. De azért van valamennyi, van érezhető különbség, kellett nekik is idő, tényleg van érezhető különbség, de nem ilyen brutális léptékű. Csak ha valaki nagyon hozzá van szokva, akkor ez egy tök jó kaja. Ha valaki nincs hozzá szokva, akkor ez tulajdonképpen challenge. Úgyhogy ha idegeit adatok, mindenféleképpen iratkozzatok fel, ha még nem tettétek, tenyerejetek rá a felfelelő hüvelykújra, és egy hét múlva, vagy maximum két hét múlva találkozunk. Löpe! Löpe! Jó, megígértem nektek a végére, csajok. Miért csinálom? Tiedet nem nyalom ki. Hello darkness, my old friend. No. Ez nagyon rossz volt.